A Királyi Napok Nemzetközi Néptánc Fesztivál programjai szombaton kezdődtek, szerdán pedig már záródnak. Este 8 órától Mindenek Szerelme címmel a Jászság Népi Együttes, Ferenci György és az Első Pesti Rackák, valamint Pál István, Szalonna és Bandája közös előadása várja a közönséget a Zicsi színpadon. Nagy szerencsénk, hogy amikor még a tavalyi év végén a Székesfehérvár városával polgármester úrral egyeztettünk, hogy most lehet-e nemzetközi vagy nem, még úgy döntöttünk óvatos duhajként, hogy magyar közreműködőkkel fogjuk megtölteni a teret, és szerencsére a tavalyi egy alkalomhoz képest most mind az 5 nap birtokba vehettük a színpadot, és én úgy gondoltam, hogy ezt méltóan olyan tartalommal kell megtölteni, hogy a hazai hivatásos éra krémjét hívom ide. Csütörtökön 17 órakor kezdődik a Fricsai Richárd regionális katonazenekari fesztivál az Zicsi színpad előtti téren. 3 katonazenekar tagjai érkeznek Veszprémből, Kaposvárról és Tatáról. A székesfehérvári helyőrségi zenekarral együtt közel 120-an zenélnek majd a közönségnek. A közös műsorokat most kifejezetten így a magyaros vonalra, vonulatra fűztük fel, ezzel is egy kicsit így kapcsolódva az Aranybulla emlékév programjaihoz, hiszen azt gondolom, hogy ha valaki, akkor a katonazenészek, a katonazenekarok mindenképpen méltóképpen tudják a magyar zenei létezésünket reprezentálni, azon belül pedig a katonakultúrát közvetíteni, népszerűsíteni. Augusztus 19-e és 21-e között 3. András története elevenedik meg a 10. koronázási szertartás játékban. Varga Gabriella személyében 3. András olasz édesanyját ismerheti majd meg a közönség. Még ugye az is az érdekessége, hogy óriási színpad, tehát ugye, mint egy nagy színpadon egy színészből az jön, hogy azért nyilván itt minél azért többet, kicsit nagyobb gesztusokkal kell játszani, de mivel ez meg van bolondítva azzal, hogy 2 óriási ledfalon teljes, totál közeliket vesz rólunk a kamera, tehát tulajdonképpen nagy gesztusokkal, de mégis filmes módon kell megjeleníteni ezt a karaktert itt a színpadon. Pénteken kezdődik a koronázási ünnepi játékok a belvárosban. Középkori foglalkozások, hagyományőrzők, régi zenészek, családi játékok és természetesen az óriásbábok várják a látogatókat. Nem a koronásparttól fogunk indulni az óriásbábokkal, hanem minden majd a magyar király előtt állítjuk fel mind a 23 óriásbábot, és vonulunk velük végig. Azért nem egyszerű ezt megszervezni, hiszen kell 23 bábmozgató, akik benne vannak a bábban és ezt gurítják, kellenek karmozgatók, akik mennek mellettük, kellenek táblafogók, akik fogják a táblát, hogy lássuk, hogy melyik báb kicsoda, hiszen vagyunk páran, akik tudják, hogy melyik óriás báb ki, de azért ez még nem teljes. A királyi napokon lesz idén is középkori élősak, augusztus 21-én 10 és 13 órakor nem egyetlen csatát, hanem II. András 1217-es 3 csatából álló szentföldi hadjáratát meséli el sakklépésekbe foglalva. A programokról részletesen a város honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.